Spányontal megyes püspök püspökszentelésének 25. évfordulóján ünnepi szentmisén köszöntötték a főpásztort a Szent István székesegyházban. A jeles évfordulón a város, a vármegye a különböző civil szervezetek képviselői előtt a katolikus egyház nevében Udvardi György veszprémi érsek tekintett vissza Spányontal hittel végzett negyedszázados munkájára. Köszönjük Antal püspök atya személyében, szolgálatában, hogy az Isten gondoskodik az ő népéről, pásztorok állít népe élére. Köszönjük a kiválasztottság bátor elvállalását. Köszönjük, hogy az egyéni adottságokat, képességeket, egyéni fejlődést átengedte Krisztusnak, hogy ő formálja, ő vezesse Krisztus mértékének a teljességére. Spányontalt 25 évvel ezelőtt, március 28-án szentelték püspökké, és 20 éve április 4-én kapta meg kinevezését a Székesfehérvári Egyházmegye főpásztori szolgálatára. A hálaadó szentmisén Spányontal üdvözölte a megjelenteket, megköszönte az ünnepi gondolatokat, és hálát adott az Istennek, hogy minden segítséget megkapott főpásztori szolgálatához. Segítsen bennünket, krisztusi küldetésünket beteljesíteni ebben a világban. Legyünk a Krisztus öröm hírének kovásza, legyünk a krisztusi igazságnak világító jelei, tudjuk a világot jobbá tenni, Isten országát építsük. Hűsön hát a nap, fényesebben feletted. A hálaadó misét követően a meghívottak átvonultak a Szent István művelődési házba, ahol műsorral köszöntötték az évfordulós főpásztort, illetve köszönetük jeléül ajándékokat nyújtottak át a negyedszázados évforduló tiszteletére.